Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntünk mindenkit a baleseti sebészetről megejtett közön. Igen. Szót nem akarok hallani csatornákról. Ja, a sűn megy az úton, ezt akarok. Beleesik a csatornába. A sűn? Hát. Szintén a heréjével lesz valami. Lesz neki. És ráesik egy másik sűnre, és így kitalálják együtt a tépőzárat. Rugalmasan én szakadjunk később el. Később értem meg, van olyan. Későn értő típus vagy. Múlt héten is lement a adás. Nem lett volna jobb egy tolókocsiba? Annyira hiányoztam magamnak. Ja, a tolókocsi, ez tényleg... De olyan édesek a kórházban, így 80 km per órával toltam. Bajort is toltam, már csak öt talicskát, de... Jó. Egyébként is te vagy az oka a dolognak, én ezt valahogy kisasoltam. Ne hülyeskedj. Biztos vagy benne, hogy te vagy az oka, és ezt ki is kérem magamnak, mert ugye állandóan vágogat téged hátba a havas, és szerintem te egyszer rosszat szóltál. Azt mondtad, hogy törjön le a keze a mellettem ülőnek. Kicsit, ha pontosabban fogalmaztál volna. Köszönöm szépen. Na jó. Mit nem tudsz csinálni? Hát nézd, a balesetek ugye pont rosszul követték egymást, mert a bal kezemet törtem el, tehát azt jobb kézzel tudnám. Nem, attól, mit szoktam? Tehát mondjuk a WC-t mivel húzod le jobbal? A kórházban arra ébredtem az egyik este, hogy nagy üvöltözés meg minden, és kiderült, hogy az ilyen kabriónak elnevezett. Tehát ez a tolókocsi kis izé, kabriónak hívják a nővérek. Azzal rohangált ott egy néni, és... Szegénykém, de tényleg, és süket is volt a néni. És hát a baleseti sebészetre egy olyan milyen legyen. Hát akkora, hogy pont egy ilyen ember előre bele tud menni, vagy hát hátra, megfordulni nem lehet benne. De a néni az már képzett volt, komolyan, és Y-ban megfordult a WC előterében, és maga mögött így kipöckölte az ajtót, abban a pillanatban kezdett ordítani az, aki benn ült. De a néni, mint hogy teljesen süket volt, ő tolatott így hátra, Hapsi teljes pánikban, letolgatjával ott próbálta volna a dolgát véget, és a néni úgy ráült. És akkor már néni is látta, hogy ez így nem tökéletes. Ő meg érezte is, csak hát ő meg nem tudott felállni, mert öreg volt nagyon. És erre az ordítozás... Most itt mondott a néni, ha harc, legyen harc. De egyébként egyik ismerősöm egy ilyen baráti társaságban beszélgetett, és mondta, hogy teljesen spontán módon felkerült valahogy a nevem, vagy témaként én, és egy fiatal lány azt mondta így becsmérlőleg, hogy a Jáksó az röptében a csatorna fedelet is. Mindegy, büszke vagyok rá, hogy nekem a havasnál hamarabb lett piros tojásom. Szétbuzerálnád ezt nekem? Mert összetűzőgépeztem. Szívesen masszírozom is, hogyha gondolod. Jó, légy szív. Várjátok, találós kérdés. Claudia, ne üssön meg, mert nekem ez fáj. Ne fordulok balra. Ez micsoda? Mel Gibson. Múlt heti feladvány hírünk a következő volt. Számos politikus és tisztségviselő szeretője nevét használja a vagyona elrejtésére. Ezért a jövőben politikusoknak szeretőik vagyonát is be kell vallaniuk a korrupció ellenes törvény kiszélesítése értelmében bankokban. Miklósi László, Hernádi nézőnk... És a pártok környékén is be kellene vezetni. Csapcse aláírással Salgótarjánból érkezett egy másik reakció. A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyőzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel. Bocsáss meg, ez biztos, hogy ez a hírhez... Biztos, volt, hogy nem. Irodalmi idézet volt szerintem. Mert hogy... Nagyon jól mondtad. Furcsán is nézte a papírt, a bolyort. Én is néztem, köszönöm Imre. Salamon Katalin kisdorogról Karinti Frigyes egyik meglátását tartja közérdekűnek, ez volt. Hogy? Igen. Nem baj.
De szinte passzoltál. De mi egy ilyen összeszokott mi műsor nekem vagyunk. Persze, nekem szól az ügyelő, azt mondja, tessék bemenni, mondani és mondom. Hát mit érdek? Na akkor. Majd arra fog figyelni, hogy te a törött heréddel mit mondasz. Mit érdek? Csapcse aláírással, Salgó Tarjánból érkezett egy másik reakció. És ő így gondolta. Nálam pont fordítva van. A bankokban a szeretőim használják az én nevemet. Idézett játék. Igen. Idézett játékunkra is rengeteg levelet kaptunk. Türk Csaba Nyíregyházáról egy ismeretlen szerző a gazdasági válság idejében született mondását tartja igencsak aktuálisnak. Könyörgök. Meg ne mondják anyámnak, hogy politikus lettem. Szegény úgy tudja, hogy egy bordélyházban vagyok zongorista. Nagyon szeretném megköszönni azt a több száz telefont, e-mailt, melyben jó bulást kívántak nekem. Mondták, hogy jött. Hát én közben kórházban feküdtem. Ha mindenkinek külön köszönném és meg, miért akkor... És nem lehet ezt véglegesíteni? Kórházban? Nincs annyi herém. Szóval külön-külön azért nem köszöngetni, így egyben tényleg köszönöm. Egy bizonyos levélből azért felolvasnék egy rövid részletet. Gyuri nevű nézünk egy verssel vigasztal a bajban. Ne félj, Jáksó Laci, kimászol a bajból. Legfeljebb átírnak szopránba az altból. Koncz Csaba meg mintha egy kicsit ironikusan közelítene az én problémámhoz. Szia Jáksó! Sajnáljuk, hogy kórházba kerültél, de azt valamennyien tudtuk, hogy előbb-utóbb a közszereplések miatt szükséged lesz plasztikai műtétre. De a fene sem gondolta, hogy nem az arcodon kezded. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Szeretettel köszönjük a Four Fathers együttes tagját, Fresh Zoltán! Az én következő feleségem, Littai Klaudia! Verebes István! Bancsa István! És Batiz András! Muszáj megmutatnom, mert ez egy nagy élmény volt. Nemrégen itt parkoltam az RTL klub előtt, és volt az autómon egy fénykép. Nem tudom, fölismerik-e? Kedves Imre, csináljon úgy, mintha maga lenne az. Viszont levettem ezt. Kicsit elmosódva van itt a szöveg, ezt nem lehet így elolvasni, mert az idővasfog, esett az eső, és megdöbbenve tapasztaltam az aláírás Verebes István. Megmondom őszintén, nem tudom, nem értem. Tehát most fölvállalja, hogy hasonló... Ez volt kéznél. Ez volt kéznél. Én nekem nincs ilyen képen, mert az én arcom az a közönségnek a képzeteiben. Az ott van. De engem képesek kép nélkül is felidézni. Nem, egyébként ide rajzolta önmagát. Itt először azt hittem, hogy a Mikulás, de aztán... Mit írtam? Elmosta az eset. Mindig ugyanazt szokta írni, hogy én is ott leszek egy házi buliba, és ő prognosztizálja a nőt. Ez van. Irácsán lakos vagyok, csak késő. Pontosan is ennyit értettem belőle. Habzila le, hagy szava, te hagy szava. Nem, valami kedveset írt egyébként, kibogoztam, de nagyon minden esetre örültem, mert egyszerre kettő legyet egy csapásra. Nézze, ha a Verebes meg az enyémet ki tudja bogozni, maga egy varázsló. Ezt én... Ez az én busom címen indítottak televíziós vígjáték sorozatot Amerikában. Az első rész igen nagy nézettségnek örvendett. A sorozat Bush elnök paródiája, és a készítők elmondták, ha Al Gore nyerte volna a választást, akkor ő lett volna a paródia tárgya. Az annyira jó, ez az én busom.
és hogy egy ilyen magyar változat lehetett volna, hogy egy pali így magára, ez az én göncöm. Na, van egy ilyen István. Ez a Balógyőrnek az Én Viktorom című műsora? Tegnap volt pontosan. Egyébként pontosabban kedden. Egyébként megfogadtam, hogy mindenféleképpen elmondom, én is láttam te, vagy én láttam. És hát nekem az a véleményem, és ezzel most lehet, hogy nagy vitákat fogok kiváltani, hogy tényleg az utóbbi évtizedek legtehetségesebb politikusáról van szó. Fantasztikus volt, ahogy ezt abszolválta, ezt a beszélgetést. Nagyon sok mindennel nem természetesen, amiket csinálnak, tesznek, nem lehet egyetérteni, vagy aki nem ért egyet, nem ért egyet, de egy dolog elvitathatatlan, hogy ez a pali egy haláltehetséges politikus. Lemondott Sipos Kornél, a Mafilm vezérigazgatója, aki nem várta be felmentését. Sipos ellen az volt a vád, hogy magasnak tartotta a Hídember című film 1,8 milliárdos költségvetését. A Bereményi Gézával mi a probléma? Eddig remek filmeket csinált, nem? Hát igen. És ha egyszer csinál, megint tegyük fel egy remek filmet drágábban, több pénzért. Miért olyan nagy baj? Legyen ez precedens, ez nagyon jó, tudod, mi a szomorú István, bocsánat? Az a szomorú, hogy 1,8 milliárd forint. Az egy amerikai film költség, tehát semmi, tízszer ennyibe kerülnek, igen. És mi pedig egy ilyenen vagyunk totálisan ugye kibukva, hogy ez micsoda iszonyú pénz, ez a szomorú. Én meg nem szeretnék kibukni, azt mondom, hogy a probléma nem ez, kérlek szépen, hanem a probléma az, hogy emögött az 1,8 milliárd mögött a kormány áll, és nem emlékszem egyetlen amerikai filmre sem, aminek a szenátus szavazta volna meg a költségvetést, hogy ami mögött az amerikai elnök áll volna személyesen. Ez a probléma. Ebben én nem látok problémát, hogy most az Orbán Viktor... Ugye, bocsánatot kérek, hogy megvédem. De most az Orbán Viktor most adott egy összeget egy filmre. Hát az mi, nem mindegy, hogy ő adja, vagy pedig a nem tudom én film. István, most mondjál, ott volt a Honfoglalás című film, amiben 200 millió forintot raktak. És lehet, hogy itt van még néhány, akinek tetszett. 800 ezerre megműsztek. A probléma az, hogy Bajor Imre kedvenc politikusának nem az a feladata, hogy filmművészeti kérdésekben döntsön. De megkérte a Placido Domingót. Egyébként a híd, ha bár lennék a Hídemberbe egy pillér, csak egy pillér, szöveg se kell, csak így kacsinga. Én úgy gondolom, hogy a vállalás az, hogy ők csinálnak egy filmet, az Orbán Viktornak az a vállalás, hogy csinál 4 évet. A filmet még nem láttam, tehát nem lett arról rossz véleményem. Ebből a 4 évből már láttam 3-at. Az új jogszabályi követelményrendszer teljesítése esetén előfordulhat, hogy a fővárosi állatkert bezárhat. A rendelet szerint ugyanis például a csimpánz legalább 100 négyzetméteres belső és 200 négyzetméteres kifutójú területen lehet tartani. Az állatkerti szakemberek szerint ez azért is kifogásolható, hiszen a cirkuszban akár madárketrecben is tartható egy csimpánz. Nem is értem. Kérem szépen, én 100 négyzetméternél kisebb ketrecben lakom az én nőstény majmommal, és nincsen én nekem kifutóm. De néha kiengednek. Hát de miért van egy nagy házunk a Dunaparton? Több mint 300-an laknak benne, és mégis engedik. Nekik sincsen kifutójuk. Hát, a bolgár kormány úgy döntött, hogy véget vet a medvetáncoltatásnak, és visszavásárolja az állatokat tulajdonosaiktól. Az ország különböző vidékein fellépő, hatóságilag nyilvántartott 21 medvét a későbbiekben egy medveparkban tartanák. Na most figyelj! Ez olyan lesz, mint a budaörsi szuborpark, csak mozgalmasabb. De tényleg ez így van. Úgy táncoljon a bolgár medve, ahogy a kormány fütyül. Ez tökéletesen ismerős nálunk, csak nem medvékkel. Nekem van egy annyira édes történetem, ez egy igaz történet medvével kapcsolatban. Tényleg, nem? Oda dobok valamit. Nem úgy értem, na, tényleg, ez eltök megtörtént. Ugye régen az oroszoknál, amikor még az hát még kommunizmus volt. Régen akkor, az oroszoknál. Igen. Tehát jöttek a nyugati turisták. Azt, hogy amikor még ezt a rendszer kommunizmusnak hívták. Igen. Másik nevén, tehát igen. Gyermekkori nevén ezt úgy hívták, akkor vitték nyugati turistákat medvéket lőni ki. És hát érkezett egy csoport,
Tehát medve nem volt az erdőbe, valahogy elbujkáltak. És akkor volt egy cirkusz a közelben, és megvették a legöregebb medvét, na ez már biztos, ez már meg fog halni, süket, béna minden. Neki támasztották a fának, ugye? Oda a rönkhöz, ott azt jó eltalálja majd Jürgen. Jürgen be is állt a puskával, céloz. Hát mit nem tesz az Isten? Egyszer csak jön a biciklis postás át az úton. Jürgen céloz, lő, a biciklis postás baromira megijedt, leesett a bicikliről. A medve fogta magát, főpattant a biciklire, az elmegy. Dávid Ibolya, a baloldali sajtó... Ezt dumáljuk meg, hogy... Cirkuszi medve volt. Tudom, ez volt az ő nagy száma. De hogy a... És akkor a postással mi lett? Lelőtték. Nekem minden ember fontos, gyerekek. Én nem tudok ki. Ja, elmegyek egy halál után, vagy... Nem halt meg, csak megijedt. És a bicikli rendben volt? Azt tudod, hogy hívják a kihűlt mackót németül? Der medve. Dávid Ibolya a baloldali sajtó kedvencévé nőtte ki magát, jelentette ki Kövér László egy lakossági fórumon. Hozzátette, hogy ez a tény nem az MDF elnökének hibájaként róható fel, hanem a baloldal kormánykoalíciót megosztó taktikájának része. Persze, biztos. Viszont az az érdekes, hogy ha most már valakit pártolnak a jobb oldalon, akkor a Kövér szerint már az is destruktív. Destruktív a Dávid Ibolya részéről, hogy ez mert tetszeni valakinek. Amikor ő például Kövér László... Ember számba vehető politikus. Igen. Egyedülálló üdítőitallal rukkolt elő egy svédországi gyár. Új termékük neve Niagara. Az ital eredetileg Niagara az, ugye? Niagara. Ez csak egy ilyen próba volt, hogy én ezt felolvasom-e úgy. De tényleg. Az új termékük neve Niagara. Az ital eredetileg diétás üdítőként került forgalomba, de igen hamar népszerűvé vált a hölgyek körében, mert bár íze nem túl jó, szexuális ajzószernek kiváló. Hát kérem szépen, nekem volt olyan kollégám, valamikor... Pista, feküdj le! Nem, rövid a történet tulajdonképpen, szóval ez nagyon-nagyon régen nem volt, létezik. És az illető hölgy a paradicsomos káposztától jött ilyen állapotba. Tehát paradicsomos káposztát fogyasztott, és utána valami ellenállhatatlan aszociálissá vált, ha szóval én mondani. Tehát adva van egy úrinő, aki mondjuk paradicsomos káposztát fogyasztott, az úrinő ezt követően magával ragadja egy férfi ismerős, egy felhurcolja a lakásba, és hát szóval azt csinálják, amit a jásó nem tud. Beszélnek? Kulcsörgés, kiruhan az előszobába, hazajött a gyerek. Bezárja a spájzba, jó nagy spájz van benne, kis székre lehet ülni, visszamegy, hát csinálják tovább azt, amit a jáksó nem tud. A kulcsörgés, kiruhan, hazajött a férje. Visszarohan, megfogja a szeretőjét, bezárja a spájzban. Ott ülnek ketten, megszól a gyerek azt, hogy kurva sötét van. Igen, mondja a szerető. Van egy baseball labdám. Megveszi? Van. Ki van az apám? Na jó, mennyi? El egy 50-es. Megtörténik a dolog. Na de egy hét eltelik, és ő megint eszik paradicsomos káposztát, megint viszi a ismerősét haza. Ugyanez még egyszer lejátszódik, ott ülnek ketten ugye a spájzban. Gyerek megszólal, nagyon sötét van. Van egy baseball kesztyűm, megveszi? Na jó, mennyi? 50-es. Megveszi? Rendben van. Hét múlva azt mondja az apja a gyereknek, hogy gyere, menjünk baseballozni. Nem mehetünk, beladtam a szerelést. Mennyiért? $100. Anyád, Isteni, most elmegyünk a templomba, és ezt meggyónod. Elmennek a templomba, belöki a gyereket a nyomtatófülkébe. A gyerek azt mondja, hogy új, de sötét van. Megszólal a pap elgyötört hangon. Te ne kezd már megint. Kínai vegyészek állítólag olyan hajfestéket fejlesztettek ki, amely hőre változtatja a színét. Plusz 10 és 15 Celsius fok között fekete, 18 és 22 fok fölött.
Között. Vörös, ide-ide fölött van írva. Fővörös, között egyébként, 25 foknál melegebb időben hirtelen szőke. 100 fokon meg brikett. Most képzeljétek el ezt mondjuk a Szabadi Bélán, aki éppen mondjuk a réperbán meg patolja között ingázott. Képzeljétek, és az útlevélkét nem változtatja a színét. Hát ez mondjuk egy nyári sátorozásnál lehet megdöbbentő élmény, amikor egy szép nyári meleg estén, egy szép szőkével megy hálni az ember, és ide ja, hajnalon pedig ide fölébred, és... De kétszer is. Mondjad, a pasit elmegy a orvos, és azt mondja, megkékült az egyik elém, doktor, azt kivesszük. Kiveszi az egyik elét, egy hét múlva azt mondja, a maradék másik elém is megkékült. Hát azt is kivesszük. Három hét múlva megjön, az egész combom megkékült. Azt mondja, akkor megvan, akkor most már biztos, hogy fog a farmerja. A gargarizálás kitűnő módja annak, hogy megállapítsuk, a nyakunk nem szivárog-e. Kezd gyógyulni, amitán! Kicsit még lepedékes a nyelved. Imre? Én nem éreztem rajta. Ha harc legyen, harc, mondta a Csika, és felmászott a síre. A Happy End Kft. 4,2 milliárdot érő nyertes imás pályázatának külföldre szóló jelmondata a következő. Magyarország a találkozási pont. Ehhez társul majd a H betű is. A Happy End szerint a kórházat jelentő hospital betűről Hungary, azaz Magyarország jut majd a külföldiek eszébe. Portugáliára meg a parkoló, nem? Hát akkor már... Minden van. Norvégia, nitrogén, hát akkor így lehet. Törökországon a Zsák utca. De egyébként, hogyha... Országjelként pedig annak alapján 4,2-re ezt találták ki, hogy például a feneketlen túl lehetne az egyik jelkép. Vagy a Rodolfo arca, hogy eltünteti a dolgokat. De lehetne valami pornó is, mondjuk a mély torok. És ha még egyszer tőlem valaki megkérdezi, hogy itt a heti hetesért mennyi pénzt kapunk, Malasi óta Magyarországon létezhetett Alesz Tuzamen mondjuk 20 000 író, tehát 20 000 olyan ember, akinek valaha is valamilyen szövege, szép irodalmi jellegű szövege megjelent nyomtatásban. De most, hogyha azt mondom, hogy mégis volt mondjuk 1000 író, aki pénzt keresett az irodalomból, és mondjuk kerestek fejenként 4 milliót, akkor kijön belőle 4 milliárd. Tegyünk hozzá még 200 milliót, és akkor van egy 4,2 milliárdos összeg, amit, ez egy lírai jegyzet gyakorlatilag ez a szöveg, semmi egyéb, egy nagyon bután megírt lírai jegyzet, az egésznek a terjedelme kevesebb, mint egy újságoldal. Ez 4,2 milliárd forintot ér, tehát mondom, többek, mint az összes magyar író, amennyit Balassai óta a mai napig keresett. Nem lehet azt mondani, hogy aki csinálta, az hülye. Ez valamihez ért. Itt van nálunk legalábbis néhány szemelvény ebből. Kinek melyik a kedvenc részlete? Elkezdem, jó? Ja. Nekem ez a címe, hogy a nyelv teremtés. Csodálatos. A mellébeszélés azonban nem csak kellemetlen, hanem mindig önleleplező. Mici Mackónak ezért igaza volt akkor, amikor csekély értelmű létére mégis úgy okoskodott, hogy senki sem mondhatja, hogy senki, anélkül, hogy valaki volna. Ne legyünk hát senkik, legyünk valakik. Ugye nem nekem mondják ezt a dolgot. Egyáltalán, hogy állandóan arra buzdítanak, hogy én dolgozzam ezért az országért, akkor, amikor 35 éve dolgozom már, mikor ők még ennyit nem tettek alá.
Ez vagy a túróban van, hogy ők adnak nekem tanácsot. Mert tanácsot én is tudnék adni, de mondjuk az nem a munkára vonatkozna. Nem a micimackót kellett volna beleírni ebbe az elaborátumba, hanem a nyuszit és az üzlettársait. Szerintem az sokkal stílusosabb. Lehet, hogy nálam itt van. De mondjuk a Zsebi baba is nagyon jó. Füles. Vagy volt a kanga, az a nagy, milyen állat? Nem tudom. A kanga, nagy állat. Mert ha ezt azt mondja, hogy ezt el lehet adni ma bárkinek, azt gondolják, hogy ezt valaki benyomja. Szóval azt mondja, 16. oldalról szól az idézet, kertész leszek, zárójelben. Figyeljenek, szóval minden arc kicsit olyan, mint egy kert. Gondozásra, ápolásra szorul. Saját arcunk valódi kertészei azonban mi vagyunk. Az ország arca is a miénk, az is hozzánk tartozik. A kertészkedést ezért alig ha bízhatjuk másokra. Erre való különös tekintettel három dolgot mindig fontos lesz észben tartanunk. Ha jól ápoljuk arcunk, azzal csak a ráncainkat veszíthetjük. Bármilyen lett légyen is, bizton nem ez az arc lesz a végső. Végül soha se feledjük el, hol élünk, és az se, hogyha jobb arcánkat megütik, nos akkor az írás szerint miként is cselekedjünk. Hát szóval ezt megmutatnánk egy irodalomtanárnak, egy általános iskolában. Egy hangértelme nincs. Egyébként, ha ennek alapján ez lesz az országjelkép, akkor Amerikában rövidesen, Halloweenkor mindenki Magyarországba fog öltözni. Volna egy javaslatom még ehhez. Én nem tudom, hogy meg tudja mutatni a kamera, majd körbeadom nektek, amit esetleg így javasolnék az Országimás Központ vezetőinek, munkatársainak, biztos sokan vannak. Na most, ha nem ismernék fel, ez a Szent Korona egy mászóka formájában Szentendréről. Tehát megmászhatják a gyerekek, vagy akik éppen arra szeretnének menni. Esetleg ezt is fel lehetett volna használni, vagy esetleg már arra is készült. Nézzétek meg alaposan, a fokok elég érdekesen vannak benne, tehát mondjuk egy 3 éves gyerek nem tud rá felmászni, de tini lányok már a tetején. Gyönyörű. Én látom, hogy közelről, hogy van megcsinálva ez a mászóka, de a Szent Korona mászóka, kicsit komplikált a felépítése. Itt hogy ha erről a gyerek leesik, akkor úgy jár, mintha jáksó. De jó ötlet. És akkor lehetne jogar alakú vibrátor. Ott van a keret. Miért álmodozol már ilyenekről? Neked ez már a múlt. Ez közben milyen szomorú? Áder alakú szomorú fűz. A Békés Csabai szín... Lassan menjünk pisilni. Nem kéne pisilni? Nekem nagyon kell. Meg kötözésre is kell menni, nem? Olyan rosszul vagy, igen. Kötözésre nem kell menni? Segítséggel tudom csak. Jáksó ad egy ilyen fél órás önálló műsor, és én nagyon... Kiengednek engem pisilni? Régen van. Mondják, hogy kiengednek. Köszönöm szép, hagyd menjek. Klaus, segíts nekem, majd légy szíves. Azt, igen. Addig reklám. Köszönöm szépen. Nem te kaptak, köszönöm szépen, hát itt ülünk 80. Nem vetek benne is, csak azt akartam elmondani, hogy neked köszönöm a segítséget. Ami szünet volt, én gondolkodtam az Országimás jelesül a Happy End Kft-nek egy mondaton, ami igazán méltó lenne, egy jelmondaton, amit picit igazítanék csak át, hogy tudom. Látjátok feleim szümtükkel, mik vagyunk, isapor, kamu. Na, Tordján József távozott a kórházból, az utolsó ismert látogatója Horn Gyula volt, aki nemrégiben Pubinak nevezte a parlamentben. Tordján a kis újságban elmondotta, hogy számára ez nem egy rossz emlékű pártállami kórház, hanem a Horthy kormányzó által építetett egészségügyi intézmény. Azt is büszkén mesélte a kisgazda újságnak, hogy Alexandra unokája az óvodai ebéd közben értesült a nagypapa rosszulétéről, és amint befejezte, 7 imát mondott érte. Hetet. Még jó, hogy nem a lelkjük. Kérem szépen, nem az ilyen. Hogy ugrik rá mindenki? Nem, meg kéne mondani a gyereknek, hogy ez a 7 ima vagy túl kevés, vagy túl sok.
Szerintem azért lehetett ez a nyílt. Mondta a gyerek a hét imád, tehát a gyerek okos. A gyerek tudja, hogy Magyarországon kórházban nehéz ágyat kapni. Azért mondott hétimát, mert lám a nagypapának jutott hely a kórházban. Jutott neki ágy a kórházban. Hét hely jutott neki, csak egy. Nem olyan nagyon régen a feleségem bevonult a kórházba, valamilyen fülorgégészeti műtétet kellett volna rajta végrehajtani, mondjuk le akarták vágni az orrát, vagy a fülét, mindegy. Isteni kéthetetlen lehetetlen. Mióta vagytok házasok? Már régóta. Hát akkor azóta hallgat, hát abban már kérdezem, ki volt írva a műtétre, bevonult, ilyen zavaros tekintetű orvosnő fogadta. De nem csodálkozott, mert téged is ismer. Egy fél nap a felvételi procedúra. Hát ott menjünk körbe, körbe mentek, hát ágy nem volt. Hát ott menjen haza, most jelentkezzen ki, menjen haza, majd jöjjön vissza, holnap lesz ágy, jól megnőttem. De tudja mit? Holnap ne így gyorsra jöjjön be, mint ahogy maga szokott, hanem jöjjön be fél hatkor, a portánál köszönjön jó hangosan, hogy azt higgyék, hogy itt dolgozik, jöjjön ide fel, már ismeri úgyis a kórterméket, és ha talál egy ágyat, akkor feküdjön rá, de így fogja meg a szélét. És innen el ne mozduljon. Másnap beóvakodott fél hatkor a kórházba, talál csak egy ágyat, ráfeküdt, fogta cuccával együtt, és aztán valamikor fél kilenc szájban előjött a főorvosnő, úgyhogy na, ez az, csak az a fontos, hogy ne menjen ki pisilni. Ne menjen ki, mert ráfekszenek. Na, ezt tudta ez a drága gyermeket az Alexandra, és ezért imádkozott. Én nekem... Erről eszembe jut egy vicc. Perebes úr, lehet ebben a műsorban, de most tényleg mindenféle zsidó viccet lehet mondani? Abban van zsidó. Nem csak zsidó van benne. Van még benne arab, meg... Van benne meg skandináv. Azért! Claudia, annyira, hogy még református viccet is lehet mondani, mert én az is vagyok. Tehát ilyen ökumenikus viccet lehet mondani? Ökumenikus viccet lehet. Tehát, rövid vicc, amennyire, fél rövid. Megy, beszélget az arab, skandináv meg a zsidó. Azt mondja az arab, hogy igenis van Isten. Nem, olyan skandinávban ne legyen baj. Igenis van Isten. Pedig jó viccám. Na, tehát azt mondja az arab, hogy igenis van Isten, mert amikor én mentem múltkor a tevémmel a sivatagban, és a tevém rosszul lett, és azt hittem, hogy meghalok, imádkoztam Istenhez, és egyszer csak 5 méteres körzetben egy oázis alakult ki, és mi megmenekültünk. A semmi, azt mondja a skandináv. Én egyszer mentem kinn a tengeren, és hatalmas szélvihar volt, és akkor én Istenhez imádkoztam, és 5 méteres körzetben szélcsend lett, és én megmenekültem. A semmi, azt mondja a zsidó. Én múltkor szombaton mentem a Dohány utcába, látok egy 10 000-es a földön, imádkozom Istenhez. 5 méteres körzetben péntek lett. Mit tesz az ima? Ezt muszáj elmondanom nektek, mert biztos van még egy sor ilyen torgyán hír, mert mindig szokott lenni 40 hírből 64. De ez a isteni, ezt kimásoltam egy újságból, nem mondom a nevét, hogy ne csináljunk itt reklámot neki. A hír a következőképpen szól. Az új kisgazda alkotmány kimondja, hogy a jövőben a paccal nem lehet főétel. A porn látogatásról nekem a következő jut eszembe. Először is igazán gáláns, elegáns gesztus a horn részéről, ezt most el kell ismerni, mert így kell ugye nagyvonalban megbüntetni azt, aki állandóan pimaszkodik velünk. De van egy történet, hogy Csorkos Gyulának a legjobb barátja Petsavar Attila volt, aki olimpiai kardvívó. És nagyon jó barátok voltak. És egyszer a Csorkos bekerült kórházba. És éppen akkor nagyon össze voltak veszte, haragban voltak. A Petsavar Attila azt mondta, hogy mégis a legjobb barátom, mert nem bement hozzá. Ágyánál beszélgettek egy fél órát, nem, semmi utalás nem történt a köztük lévő feszültségre. Amikor ment ki a Petsauer Attila, akkor a Csortos megszólalt, Petsauer, ha kikerültem a kórházból, harag megy tovább! Félek tőle, hogy itt is ez lesz. Képzeld el azt, hogy te vagy a torgyán. Nem tudom elképzelni. Sok mindent el tudok képzelni, hogy mi vagyok én, de hogy torgyán legyen, nagyon mondjuk én vagyok színész, a torgyán. Képzeld el, alszol egy kórházban,
felébred, és azt látod, hogy az ágyat szélén ül a horn, egy zacskó narancsal, és simogatja a fejjel, hogy azt mondja, hogy pubi. Az Orbánra kétszer nem ébredt fel. Tehát... A kórházból hazatért Tordján nem József... Nem akartam valamit mondani. Jó. Csak nem tudom. Ja, hogy azt mondja ez a fiatalember, Tordján úr, hogy... hogy számára ez nem egy rossz emlékű pártállami kórház, hanem a Horthy kormányzó által épp, de egészségügyi intézet. A gondolkodás módja is analóg az enyémmel, ugyanis nekem is a parlament az nem a, az ő általa cirkuszporondá degradált pocsékság, hanem nekem is az az agóra, ahol még annak idején Deák Ferenc beszélt. Csak hogy tudjuk. A kórházból hazatért Tordján József cáfolta, hogy találkozást kezdeményezett volna a reform kisgazdákkal. A reformerek szerint a pártelnök békülni szeretett volna, továbbá azt is üzente, hogy őket csak a Fidesz ugratta össze, ő maga nem haragszik lányiékra. Én szépen ebben az a legszebb, hogy az egyik lap tudósítása szerint azt mondta volna a Tordján doktor, hogy befejeztem az álmok futást. Igen. Befejeztem az álmok futást. Ezen azt mindenki vitatott rajta. A lényeg az, hogy a lehető... Érem szépen... Az mit érzünk rajta? Hát mi az álmok futás? Mindjárt megmagyarázom. A lehető legpontosabb szóhasználat ugyanis az álmok futás szóból az első tag az a maláj álmuk szóból származik. Egyébként az álmok futás szó összetétel a nagy európai nyelvekben ilyen vendégszóként, nemzetközi szóként jelen van, és leginkább azt a sajátos elmeműködésbeli zavart jelenti, ami trópusi népeknél, különösen a malájoknál fordul gyakran elő, és amelynek lefolyása közben a beteg fel alá rohangál az erdőben, és akivel találkozik, az leszúrja. Na, ezt hagyja abban. Lehetséges, hogy az lesz a következő lépés békülési szándékát bizonyítandó, hogy meghívja ebédre. Én viszont... Sőt, tulajdonképpen ezt lehetne így is megfogalmazni, hogy megírhatná Kosztolányi, ismét nálam Kosztolányi. Ez... Hallottam, ez nincs is benne, ez nem viccelek. Vagy olvastam, vagy hallottam, nem tudom, hogy hol, de biztos, szoktál olvasni olyan újságokat is, amiket mások nem, hogy hát, valahol a teheneket beoltják, hogy ne szellentsenek, mert állítólag a környezetre azok a gázok, amiket a tehenek kiadnak, és nagy mennyiségben, sokkal károsabbak, mint mondjuk az autó... Igen, kérem szépen, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy... Olvasta! Tele feküdjünk le! Természetesen nagyon egyszerű a dolog. Egy tehén naponta 280 liter metán fingik. Ez kiszámoltad, vagy ez... Nem, ez nem van a hírben, amit olvastam. Ki az, aki mérte ezt? Ebben az a lényeg, hogy vannak gázok. De tényleg azon gondolkodom. Azt mondja, hogy fikométer. Nagyon komoly dolog. Egy liter az a puki skálán mennyi. Az én élettársam azt mondja, hogy ő nagyon szereti a heti etest, ő mindenkit nagyon kell, de ő a váncsát szereti a legjobban. Na most... Hát el is, most már abban is kéne hagyni ezt a kapcsolatot. Ugye? Ugye? Tehát a metán a széndioxid, ugye? Na most az emberi tevékenység eredményeképpen rengeteg széndioxid kerül a felső légkörbe, hát. És eddig hajlamosak voltunk azt gondolni... Eddig hajlamosak voltunk azt gondolni, hogy ugye az üvegház hatásért tulajdonképpen az erőművek meg a gépkocsik a felelősek. Holott a teher? Kiderül, kérem szépen, hogy a marhák. A marhák a felelősek, tudnék, ezek itt csendben kérődznek, és lefingják az égről a csillagot.
A Békés Csabai Színházból elloptak egy 2,5 mázsás páncélszekrényt. Egyelőre nem találtak magyarázatot arra, hogy a bekamerázott épületből a sétáló utcára nyíló ajtón hogyan tudták kivinni azt a széfet, amit 6 ember vitt fel a második emeletre. Nem ez az érdekes benne, hát ezt meg tudják oldani, különböző high-tech cuccok vannak már a piacon, látjuk az amerikai filmektől elkezdve mindenféle szuperprodukció, de ugye egy színházból egy páncélszekrény. Mi lehetett a páncélszekrényben, ami miatt azt elvitték? Rá, ez lép a fösvény. A szekrényért vitték el. Jelagyjá. Legfeljebb, én is azon nagy érték. Múlt közben elmondtam itt, hogy egy hajléktalan ellopott egy pontonhidat. Pontonhidat. Úgy, ahogy van, tokkal, vonóval. Embereket felbérelt, szétválták, elvitték. Mindenki szeme láttál, elvitték. 99 júliusában derült ki, hogy a Józsefvárosban elloptak 70 kaput. Ami a házban, ahol be lehet menni a házba. Ez a nagy, baromi nehéz dolog. 70-et loptak már el akkor. 70 kaput. Kevesled? Akkoriban én is úgy voltam, akkor még a szellemi fejlődésnek azon a fokán álltam, hogy csodálkoztam ezen, hogy elviszik a háznak az ajtaját, ugye a ház ajtaja kurva nehéz. Kérem szépen, megfogták, leemelték, feltették egy autóra és elvitték. Semmi háj te. Szerintem ezt a izét... Leállította saját temetését egy nikaraguai férfi. Az 58 éves férfi vidékre utazott, és mivel nem került haza idejében, rokonai a keresésére indultak. Egy halottasházban felismerni vélték egy autós baleset áldozatában. Ám a halott a temetés napján megjelent, és leállította a szertartást. Ez lesz a Petőfi Sándorral, és egyszer csak a Barguzi csontváz előtt nekem, azt mondja, ez a nő nem én vagyok. Igen. Nekem egy barátom elmesélte, hogy otthon főzött este, egyszerűen rántott hús, és egyszer csak kiderült, hogy nincs krumpli. És azt mondta a feleségem, hogy azonnal menjél a krumpliért. A nő ment a lépcsőházban, összeesett, és ott a helyszínen meghalt. És mondom a pasinak, és mit csinálta? Azt mondja, a rist. Még vasárnap a tökélet. Nekem tetszik, de borzasztó, azt tudom. Jaj, hányszor csináltam volna is. Egy dél-koreai üzletember találmányával fél év leforgása alatt multimilliómos lett. Súlya embereknek kínál archoz alakított torzító tükröket. Homorú, domború és speciálisan egyénre alakított tükrében a különböző torzulások eltűnnek, sőt, szépnek látja benne magát a páciens. Nekem volt egy csajom. Nem sikerült venni olyan tükröt, képzeld el, amivel jól nézett volna ki. Nagyon gazdag volt. Az volt a tükör. Összegyűjtöttem egy-két ilyen olyan csúnya, hogy amikor zöldséget pucol, a hagyma könnyezik helyette. Bocsánat. Olyan csúnya, hogyha eldob egy bumerángot, az nem hajlandó visszajönni. Olyan csúnya, hogyha elmenek kurvának, táblát kellene lógatni a nyakába, ebben a szöveggel én fizetek. Erről az egészről nekem egy pandanya jutott eszembe, ez egy eléggé régi vicc, de talán tanulságos. Elmegy a konfekció üzletbe egy pofa, és hát venne magának egy öltönyt. Megpróbál egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatodik talán, csak borzasztó rondán néz ki benne a jámbor. De hát mondja neki az eladó, hogy kérem, hogy a helyzet az, hogy tessék így felhúzni a bal vállát, így, na látja, már így jobb. Na de hát itt is, hát hogy néz ki? Uraság, nyomja balra a csípőjét, és akkor ugye? Na de hát itt hátul is, hát kezdj egy kicsit puposítani, és akkor egészen jó lesz. És tényleg egész jól áll rajta az öltöny. Közben hátul az üzletvezető beszélget az egyik vendégével, és azt mondja neki, hogy most uram, most nézze meg ezt a szerencsétlen nyomorékot, és még ennek is tudunk öltönyt adni.
Az egészségügyi miniszter korlátozni kívánja a gyógyszergyártók reklám és promóciós tevékenységét. A cégek viszont arra hivatkoznak, hogy a kórházak az évi 25 milliárdos gyógyszerforgalmuk 30%-ához térítés nélkül jutnak hozzá, épp a promóciós kapcsolatok révén. A gyárak további 20-22 milliárdot költenek kongresszusokra, könyvekre és kutatásra. Emésztésünkre! Na, így kell ez, Zoli, így kell. Ez a technikája. Jó volt, igen. Rövid. Egy szavas. Persze. Meg se szólnak. Milyen Zoli? Jöjjön Zoli! Most nem figyel. Kelemény. Azért Zungi volt? Zungi. Zungi. Hogy hívják a láb nélküli kutyát? Kígyó. Ez a jobb. Eredetiben nem mindegy, úgyse jön oda. Hétfőtől az országos egészségbiztosítási pénztár különleges ellenőrző csoportja megkezdte 5 kórház átvilágítását. Az OEP kommandó álbetegként érkezik az intézményekbe, és így vizsgálja az osztályok gazdálkodását. Hát ha a Kútvölgyibe is mentek, akkor én tudom, ki volt. Én az Árpádban voltam, és mindent rendben találtam. Ez a dolog, ez eléggé komoly, tudnélik, itt arról van szó, hogy bizonyos ilyen egészségügyi intézmények gyakorlatilag holtak alapján számolnak el szolgáltatásokat, holt látják. Például már 99 júliusában, tehát 99 júliusában egyetlen hónap alatt a magyar kórházak mintegy 100 000 olyan ember kezeltek papíron, aki már meg volt halva. A kiváltókat keressük, ugye azt is látni kell, kérem szépen, hogy a tajkártya rendszer úgy kezdődött, hogy 12 000 olyan ember kapott tajkártyát, aki már garantáltan évekkel korábban meg volt halva. Na most, ráadásul gyakorlat az Magyarországon, hogy az ember jól meghal, évekkel később mondjuk felülvizsgálják a rokkantsági fokozatát. De most ez tényszerű, sőt, behívják felülvizsgálatra. Na most egy jogkövető, kötelességtudó halott ilyenkor bemegy. Na most már olyan is van, hogy ugye, hogy halottakat mentők szállítanak. Igen, mentővel megy, de hát nem fog viccelni. De hát kérdezzetek valamit tőled? Igen. Te otthon a feleségeddel szoktál beszélgetni is, vagy csak így mondod neki? De detektív, amit mi mondunk, azt nem hallod, az rendben van, de hát vele élsz. Csak azt nem mondom. Akkora erővel masszírozta 78 éves páciensét egy gyógytornász a belgiumi Bekkevortban, hogy leszakadt alattuk a padló, és egy pillanat alatt a pincében találták magukat. Hát, ahogy az masszírozás volt. Téved kérlek szépen, ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni. Így. Én azt mondom, hogyha egy természetgyógyász vagy csontkovács nem így csinálja a masszázst, akkor is arlatán. Én voltam egyszer egy ilyennél, hiszen átmegyek Havasba egyébként, tehát... Mi ez a jövő idő? 92-ben vagy 93-ban borzasztóan fájt a hátam, már nem tudtam mit csinálni, nem hiszek az ilyen... Miben? A csontkovácsokban meg ilyen... De hát, már szerintem nem volt más megoldás, én voltam már mindenféle orvosnál, de hát meg kellett látnom, hogy ez nem működik, hát elmentem egy ilyenhez, valami nem nagyon sötét nem hely volt. Nem próbálkoztál kocsmával, mert 2 perc a... Volt egy... Próbálkoztam. Volt egy ilyen a hátaddal. Azt mondja, Valentin Pavlovics Beri a természetgyógyász. Igen. Jó, elmentem. Bemegyek a szobába, látom azt a Valentin Pavlovics Beriát, ilyen kicsi, alacsony ember volt, de ilyen széles, és ekkora izmai voltak neki ilyenek. Na, akkor láttam, hogy hát ez teljesen nyilvánvaló módon a KGB-nél dolgozott korábban, és hát ugye a KGB megszűnt, akkor most itt nálunk természet. Jó, gondoltam, az rendben van, mert az ilyenek értenek a szakmához. Azt nem tudom, tudják-e, hogy amikor a gyermek Deák Ferencnek kimozdult a... Yeah!
kimozdult a nyaka. Azt nem tudjuk, hogy ez elfelezzek. Mi van? De hogy én ledöglöm, az biztos. Hát én még ilyen. Imre! Az RTL Klub megfizeti, jövő héten elmegyünk titelő adásra inkább. Jó? Jó, tehát akkor folytatom, mert miután a gyermek Deák Ferencnél nem fáradt, nem váltak be az orvosi kezelések, elhívták hozzá az olai hóhért. Egy mozdulattal helyre rakta és minden rendben. Na, hát akkor gondoltam, nekem be fog válni ez a berilla. Leültetett magával szemben, hülyeségeket kérdezett, egyébként nem nagyon tudott magyarul. De mondd el azt is részletesen, hová belefogtál, halljuk az egész történetet. Azt is láttam, hogy ezzel szemben nekem fizikailag nincs esélyem, tehát hogyha ez nekem esik, akkor... Hát ha nem áll föl, na, nincs, ez tényleg. Meg is történt, kérem szépen, egyszer a pofa azt mondta, hogy na akkor mostan én dolgozom. Áthajított a szobán rá a vizsgálóasztalra, és utána valami olyasmit éreztem, mint amikor az emberre a világegyetem rászakad, de a szó leszorosan értelmében. Én. De utána nem sokára felkapott, így megtödört a levegőben, eltörte a gerincemet, akkor lecsapott egy székre, mögém állt, az a gyanús! Megfogta! Megfogta a fejemet, és azt mondta, hogy nem lesz baj, csak kis recs. És így csinált, magyarul kitörte a nyakam. Akkor jött a kivilágított a csatornafedél. És látta, hogy vannak életjelenségek. És akkor azt mondta, hogy maga van nem rossz hagyagból. Heti feladvány hírünk, amire észrevételeiket várjuk, a következő. Tavaly 60 ezer dollár, azaz 18 millió forint volt 5 nigeri honatja titkárságának WC papír számlája. Az ellenzék szerint ez bűzlik, ezért az ügy kivizsgálását követelik. Tessék ez ügyben írni nekünk, vagy felhívni bennünket. A telefonszámunk 061-203-02. Mi baj van? Tudsz a másik kezeddel integetni? Nem. De ilyen jó kis hülyeségeket tudok csinálni vele. Segíts már rá életem, köszönöm. Idáig bírom emelni. A telefonszámon 061-203-02. Levél cím 1119 Budapest Sopron út 40, és az e-mail cím heti7eskukac.rtlklub.hu www.rtlklub.hu, ezt megosszák be télire. Köszönjük a húsvéti jó kívánságokat, kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. Hölgyeim és uraim, Váncsa István műsorát látták. Kéz és lábtörést kívánok!